Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Sims 4-nek a következő részével, és hát ebben a részben mindenféleképpen szeretném azt, hogyha Sárával elérnénk a következő vámpír szintet. Remélhetőleg ez sikerülni is fog. Kicsit utána olvastam egyébként a vámpír létnek, utána néztem a Wikipédián. Én egyébként annak a híve vagyok, hogy angol oldalakról keresek rá, illetve angol oldalakon keresztül nézek utána a dolgoknak. Szóval nem szoktam más videósokat nézni, mert nagyon sokan ajánlottatok más videósokat, hogy nézzem meg az ő Let's Play sorozatokat, de őszintén szóval nekem arra nincsen időm, se energiám, hogy 30-40 perces videókat nézegessek, egyszerűbb, hogyha elolvasom a Wikipédián ezeket az információkat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy segíteni próbáltatok, viszont én is utána szoktam ezeknek azért nézni, csak ugye az előző 5 részt azt egyszerre vettem fel, és azért tűntem talán annyira értetlennek, mert hát nyilván, ha egyszer veszem fel, akkor nincs időm, illetve lehetőségem utána nézni ezeknek a dolgoknak, illetve akkor aznap jött ki a vámpíros kiegészítő, szóval akkor még nagyon információ sem volt erről az egészről az interneten, de most már okosabb vagyunk, illetve hát nagyon sok jó tanácsot is adtatok, mert voltak egyébként leírta konkrétan, hogy mit, hogyan érdemes csinálni, nem csak annyit mondott, hogy nézzek meg egy videót róla. És ugye kedden elmaradt a Sims rész, erről még szeretnék gyorsan beszélni. Ugye vasárnap este értünk haza a síelésből, egyébként majd a síelésről lesz egy videó a vlogos csatornámon, hogyha esetleg még nem is hallottatok arra, hogy van vlogos csatorna, akkor mindenféleképpen nézzetek fel oda is. És hát ugye nem volt időm felvenni a keddi Sims részt, egyedül azért maradt el. Kövessetek be Facebookon, mert általában oda szoktam ezeket kiírni, ha valami elmarad, vagy valami változik. Facebookon egyébként az oldalamat úgyis tudjátok követni, hogy csak egy könyvjelzőhöz hozzáadjátok, nem kell, hogy regisztrálva legyetek. Úgyhogy még ezt gyorsan el akartam mondani, mert nagyon sokan azt mondjátok, hogy hát de nincs Facebookotok, anélkül is meg lehet nézni egy Facebook oldalt. És bocsánat egyébként, hogy most így hirtelen ennyit beszélek, ugye 5 részt telt el azóta, és most így nagyon sok minden felgyülem lett benne, meg nagyon sok mindent el szeretnék nektek most így egybe mondani. Ahogy láthatjátok, ez az első olyan Sims-es videó, amiben már van a zöld háttér, tehát amit már zöld háttérrel tudok felvenni. Egyelőre még nem tudom, hogy pontosan hova helyezzem majd el, most jelenleg szerintem pont a szímeket takarom ki. Bizony, pont a szímeket takarom ki. Szóval még ki kell találnom, hogy okosan és szépen hova lehetne elhelyezni így a kamerát. Viszont itt sokkal profibb az egész, és tökre örülök neki, most már erre is van lehetőség. Úgyhogy, hát ha esetleg van valami tanácsotok, ötletetek, akkor azt írjátok majd meg, hogy szerintetek hol lenne a legjobb helye. Fölülre azért nem akarom valamit, mert az olyan milyen néz ki, hogy így féltestől lebegek. De majd lehet, hogy akkor, hogyha csak az van, mint megoldás, akkor majd kitalálok rá valami kis grafikát. Jó, valamelyik gyermekünk viszont nagyon-nagyon éhes, valószínűleg ő, mert ő nem tudja magát még ellátni. Illetve azt írtátok, hogy a konyhapultról is elérik a kaját, szóval nem kell leraknom ide mondjuk ezt a sütit. Ezt most le is teszteljük. Grab a serving. Jaj, nem akartam, hogy játszom benne. Egyébként sem tudom, hogy mibe akar játszani. Jó, és akkor most csak... Nem csak tipegőink vannak, csak megint a gyerekek úgy néznek ki, mint a tipegők. Tehát, hogy annyira nehéz megkülönböztetni itt alul azt, hogy most tipegőről beszélünk-e vagy sem. Mégsem érik el a konyhapultról? Pedig nagyon sokan írtátok azt, hogy elérik onnan. De egyelőre csak ide fingott az egyik gyerek. De elérte most. Jó, akkor neked is el kell, hogy tudjad érni onnan. Jó, és akkor egyetek. Remélhetőleg vagytok annyira értelmesek, hogy nekiálltok kajálni magatoktól. Jó, szuper. Sugárka most terhes. És megígértem nektek azt, hogy elmegyünk ilyen dupla baba masszázsra. Úgyhogy szerintem akkor ezt még gyorsan útba is ejtjük. Travel, simán egyedül megyünk. És akkor csinálunk egy masszást, mert tényleg nem szeretném azt, hogy most ne ikrek szülessenek. Így is elég lassan haladunk, amióta bejöttek a tipegők az alapjátékba, és hát nem akarom azt, hogy most megint csak egy darab baba szülessem. Azon gondolkozom, hogy Windenburgba raktuk le vajon a wellness központot? Nem emlékszem rá, hogy most Windenburgba van-e vagy sem. Itt nem igazából látom, az a problémám. Úgyhogy, hogy ez lenne nem az a sziget. Akkor nem itt van. Willow Creekbe van. De csak meg fogjuk találni. Aha, itt van a wellness központ. Király, jó. Akkor hát kifizetjük most ezt a baba masszást. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne megtanulnunk magát a masszírozást, csak azt hiszem, hogy ezt önmagának nem tudja adni a sim.
és ugye mivel nincs állandó olyan családtag, aki esetleg mindig el tudná végezni azt a masszást, így túl sok értelmét igazából nem látom. Ugye nem lehet beköltöztetni a százból kihívás szerint másokat a háztartásba, illetve igazából azt is szeretném, hogy valamelyik gyerek itt maradjon, felnőttként mondjuk. Mert ugye akkor meg csak a helyet foglalja, és akkor még kevésbé van esélyünk arra, hogy ikrek szülessenek. Jó, itt van egy masször. Kettő message, massage, nem message, mert az az üzenet, és a fertility message kell nekünk. Massage. Na, jó. Hát akkor gyerünk, dupla babákat akarok. Úha, éhesek vagyunk mi. Nem lesz jó, nem lesz jó. Ja igen, lehet craftolni egyébként több plazmát, békából és halból, viszont azon a szinten még nem vagyunk. Sajnos. Remélhetőleg majd azért azt is elérjük hamarosan. A vámpír tulajdonságokba. Illetve lehet ugye plazmát rendelni az internetről is, azt viszont nem tudom pontosan, hogy arra már képesek vagyunk-e. Majd ha hazamentem, akkor majd mindenféleképpen megpróbáljuk. Illetve elmegyünk majd megint ugye oda abba az új szomszédságba, és megnézzük, hogy a fő vámpírnál esetleg van-e. Mert betermett vagy megtermette már neki ugye a plazma gyümölcsfája. Aztán majd kiderül. Már igazából meg is harapadnak, mert miért ne? Nem lehet? Vampire cannot drink from... Jó, ő is vámpír. Hát jó. Egy vámpír. Itt mindenki vámpír. És tényleg az. Jó, hát mondjuk vele már nem vagyunk jóba, az a helyzet. Ja igen, majd meg akarom változtatni Sugárkának a vámpír kinézetét is. Mert írtátok, hogy nagyon csúnya, és igazatok van, tényleg nem valami szép. Úgyhogy ha hazaértem, akkor mindenféleképpen megváltoztatjuk ezt is. Jó. Igazából tőle már úgyse lesz gyerek, mert már van. Úgyhogy én nem tervezem. Annyira nem, sajnálom most őt. Jó, higiénia meg a kedve van még lent, azt majd otthon akkor rendbe rakjuk. És akkor most hazamegyünk és megváltoztatjuk Sugárkának a kinézetét. Jó, elmertek Takam, aki most már szerintem teljesen eltűnt. Én már nagyon régóta nem láttam, bár ennek ellenére még mindig nagyon sokan írjátok, hogy hogyan tudnám ugye őt megölni. Nem megölni, hanem bezárni egy szobába, és hát úgy magától majd eltűnik, vagy hát így értitek. Szóval... De eltűnt, úgyhogy szerintem már vele nem kell foglalkoznunk. Igazából igen. Most van egy olyan érzésem, hogy ez az egész rész egy ilyen összefoglalás lesz arról, hogy mik voltak mostanában. Hát igen, ez van, amikor az ember nagyon sok részt vesz fel egyszerre, és hirtelen mindent el akar mondani. Jó, oké. Visszatértek a kis babáink a daycare-ről. De megint nem lettek megfürdetve mi. Igazából szerintem el sem mentek, mert pont ugyanitt evett szerintem, amikor elmentünk Zsombor. Jó, és akkor kellene annyira foglalkozni velük, hogy ugye a skilljaikat fejleszgessük. Imagination. Jó, ezt kiadjuk neki. De most megint miért éhes? Hát odaadtam nekik, hogy vegyenek maguktól kaját. De nem vesznek, ott van, hogy elfogyott a sütike. Áhá! Jó, oké. Akkor viszont először is kidobjuk a romlott kaját, és most készítünk akkor valami normálisabbat, amiből tudnak maguknak venni. Nem, chips and salsa, talán az annyira nem lenne jó. Legyen ez a csokis süti. Bár egyébként lehet, hogy normális étellel kellene etetni a babákat, de... De most ilyen jó dolguk van, hogy csokis sütit esznek. Nehogy izé, ne dobd ki nekem, hanem elmosogass. Úgy szépen a koszos tányért odarakjuk. De inkább eladom szerintem. Jó. Most hol lett? Ja, jó, oké, nem dobtuk ki. Szuper! Jó, és akkor ezt is még megfogjuk. És akkor kidobáljuk. Nem kell a sok tányér. Jó, és akkor mindjárt meg is fogom változtatni a kinézetét, nem felejtettem el, csak most fontosan megtartom azt, hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Neki kész van a házia, ugye? Jó, akkor elmentek neki, minden megvan ahhoz, hogy elő tudják majd léptetni. És neki még nem, neki még meg kellene írnia a leckét, be kellene fejeznie.
Jó, most neki is állt. És... újtól be is fejezte. Igazából a gyerekek meg csak éhesek, de akkor majd mindjárt tudnak enni, hogyha kész lesz a sütike. Fú, neki viszont nagyon-nagyon rossz a kedve. El kellene küldeni őt is játszani szerintem. Mit kellene tanulnia? Igazából bármit. Miért kell neki segítség ahhoz, hogy táncoljon? Milyen pop. Gyere ide! Tudsz, nem tudsz magadtól táncolni? Ó, jönni akarnak nekünk segíteni főzni. Annyira finom lett a sütink, hogy megérezték az illatát kint. Na, hova lett amúgy a süti? Hova raktuk? Ez itt mi? Bakki form firkin. Ez mi? Igen, nem feltétlen vagy most csak jó helyen. Oké. Ez pedig az enciklopédia, ugye? Vampirika volum. Aha, jó. A vámpírokról tud tanulni. Zalán, hogyha éhes vagy, akkor ott a kaja, vedd el és egyél belőle. Tudod, mint minden értelmes ember. Attól még, hogy gyerek vagy, lehet ennyi eszed. Hogy eszel. Jó. Most ebből nem tud tovább tanulni, vagy mi? Ja, csak rossz a hangulata, és valószínűleg így nem nagyon akar ezzel foglalkozni. Ez egyébként fejlődik neki. De egyébként a hangulata, mintha most menne föl. Ja, megy föl attól, hogy könyvet olvas, tök jó. Viszont valamire a higiéniája meg lefelé megy. Aha, most megtanultuk azt, hogy... hogyan lehet átváltoztatni. Ah, veszekednek a szomszédba. Ugye más szímeket hogyan lehetne átváltoztatni vámpírra, de én egyelőre nem akarom. Jó, tudunk már amúgy rendelni plazmát? Csodálatos ez a számítógép. Vampire Secrets, Vampire Tombs, nem? Nem, itt megint csak információ után tudnánk keresni. Order, Upgrade Parts, White Critter, Seed Medicine, Holiday Crackers, Garlic Sweet. Nem, még mindig nem tudunk rendelni akkor. Na mindegy, akkor tovább olvasgatjuk ezt a könyvet. Aj, nagyon veszekednek a szomszédba, de most annyira nem akarok... Jó, rájuk szólok, mert amúgy idegesítő a hangjuk. Gyerek is már kiment oda. Pedig szerintem ott nagyon nincsen jó helyen. Igazából... Ja, próbáljuk meg lenyugtatni, mert... talán akkor jobb lesz. Meg csak úgy kidőlt. Úristen, nagyon rossz állapotban van szegény. Igazából mindenki rossz állapotban van. Jó, fürödj. Te is lefürödhet. Nem, neki nem kell lefürödni, neki ennél kellene. Úgyhogy akkor egyem. Jó, szerintem hagyjuk most ezt a csávot, nincs kedvem összeveszni vele. Vagyis hát már így is elég jól összevesztünk vele, úgyhogy szerintem nem szükséges az, hogy még jobban egymásra haragítsuk itt a szímeket. Jó, csak akkor folytassuk tovább. Aha, mostantól lehet plazma packet rendelni. Jó, király. Aha, most tanultam meg, hogy meg lehet gyógyítani a vámpirizmust. Jó, elég gyorsan tanul szerencsére. Egyébként most pont egy olyan hét van a Sims-ben, hogy... aha, most tanultam meg, hogy hogyan lehet készíteni plazma packet. Szóval a Sims-ben most pont egy olyan hét van, hogy könnyebben ismerkednek a szímek. Én eladom most már ezt a számítógépet. És nagyon jól tudnék haladni a szádba a kihívással, ha lenne rá időm. De sajnos nem. Nem úgy alakulnak mostanában a dolgok. Na mindegy. Szeretnék ide egy lámpát. Mert azt is nagyon-nagyon hiányoltátok, hogy itt nincsen lámpa. És egyébként tök jogosan, mert nagyon-nagyon sötét ez a szoba. Jó, ilyen falra szerelhetőset szeretnék. Úristen, mi ez a kis pici valami? Csak ilyen kis fényű lámpák vannak. Hát ez nem valami jó. Jó, szerintem így már jó lesz, és azt az ajtót is szerintem eladhatjuk. Jó, most csak az az egy ajtó van, aha. Jó, igen, emlékszem, így akartam kinyírni. Takamakit.
Jó, oké. Na, szuper. Na, és most már négyes szinten van a vámpír szintje. Ilyen gyorsan fejlődne a könyvolvasásával. Kaptunk új kettő powerpointot, amit be kellene váltanunk valamire, de mivel? Inkább majd azt akarom beváltani. És valószínűleg az sok pontba fog kerülni, hogy ne égjen meg a napom. Jó, viszont meg kellene fürdetni a gyerekeket. Nagyon rossz kapcsolatban van a saját gyerekeivel. Ez viszont nem feltétlenül jó. Hajjajjajjajjajjajjajjajj. Jó. Megfürdetjük, aztán talán jobb lesz minden. Remélhetőleg akkor már nem fognak ennyire gyűlölni minket a saját gyermekeink. De még mindig rossz a higiéniája, nem értem miért. És megint nem eszik. Pedig ott a kaja. Jaj, te gyerek. Neki is rossz a higiéniája, meg a kajája, meg mindene. Pedig ott van előtte. Nem tudnak amúgy a hűtőből kivenni bármit. Még egy órépát, nem. De, ki tudja venni? Jó, igazából tudna enni répát. Meg van nála... Fúj. Rohadt sushi. Mármint, hogy már így megromlott. Ajajajaj. Kellene egy dadus igazából. Csak arra meg szerintem nincsen annyi pénzünk, hogy... tudjunk felfogadni dadust. Mind a két kisgyerek egyébként tökre büdi. A Bubble Best azt jobban szerették, én úgy emlékszem, mert hogy ez ilyen kis buborékos és vidám, meg mit tudom én. Én remélhetőleg a megkaját. Ja igen, Sugarkának a kinézetét meg kellene változtatni. Ugye a vámpír kinézetét. Húva, vannak azért most itt feladatok, vannak bőven itt most feladatok. Jó. És akkor igen, itt van a vámpír kinézet. Jó, egyébként tényleg ez a ruha is, meg ez a smink. Miért? Mi ez a smink? Ezt nem lehet róla leszedni? Hát nem igazából. Látom. Ja, itt a make-up, aha. Ja, jó, akkor ilyennek mindenféleképpen megmarad az arca, szóval ezen nem tudok változtatni. Max, ha befestem valami más színűre. Mondjuk ilyen totál aranyra, de nem hiszem, hogy ez olyan előnyös lenne. De lehet még akár ilyen is. Hát, nem, meghagyjuk ilyennek simának. Esetleg annyit lehetne csinálni. Mennyi új ruha van, azt a mindenit. Hogy egy szemüveget rakunk rá. Hol vannak a szemüvegek? Itt vannak. Valami olyat, ami sokat takar. És annyira nem leszünk ijesztőek. Jó, esetleg még egy ilyen szép pókos nyakláncot. És akkor valami vagány ruhát kellene neki választani. Szerintem. Ez van neki alapból, ugye? Ha jól emlékszem, igen. Valami vagányabbat. Mondjuk olyan is jó lenne, ami úgy illik a korához. Ehhez meg talán egy kicsit túl duci ez a pólóhoz. Jó. És akkor még nézzük neki egy nadrágot. Bassza, minden itt mekkora csípője van. Hát egy kicsit lehet, hogy tényleg nem ártana neki fogynia. Jó. És még a cipőjét meg kellene változtatni, ugye? Hát, milyen legyen neki. Ó, oh, mekkora feneke van! Ja. Jó. Ez a formáruha. Ez jobb. Ez ilyen jó vámpíros tényleg. Nem mondjuk... Jó, ez nem rossz, csak ezt a szemüveget vegyük le róla, mert sportoláshoz nem hiszem, hogy ez kell. Jó, alvos. Az! Úristen, a leges, legrosszabb párosítás, amit valaha láttam. Nyehe. Ebből nincs valami vámpirosabb? Ez jó lesz, feketébe.
Hát, ha esetleg valaki így szeret belénk. Jó. És akkor már csak egy fürdőruha kell. Oké. Jó, szerintem így jó lesz igazából. Többet nem akarok most ezzel vacakolni. Úgyse nagyon sokat látjuk ilyen vámpír formában. Max akkor, hogyha valakit megharap, akkor változik ugye át. Úgyhogy most tényleg nem akarok most ezzel nagyon sok időt elvesztegetni. Jó, oké. Na, itt is van a kis családunk. Mindenki boldog, mindenki vidám. Nem, itt valaki sír. Tönkretették ezt a babaházat, szerintem én eladom. Mert állandóan csak emiatt bőgnek, hogy ez tönkre megy. Jó, oké. És hát gyerekekkel kellene foglalkozni. Mi? Hétfő reggel van, és nem aludtak semmit a gyerekek. Ő mondjuk aludt. A óvisoknak meg igazából mindegy, mert ők itthon vannak egész nap. Az az egyik gyermekem, aki mindjárt iskolába fog sietni. Király! Ez egy nagyon-nagyon jó hír. Jaj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 
ki kell valamit találnunk, mert ez itt tényleg nem annyira móka. Most elméletek mindenki alszik, ugye? Nem, ő nem. Mi? Büdi a pelenka, az a baja? Aha. Közel van egy büdi pelenkás. Tipegőhöz is ez a legnagyobb problémája. Most? Jó, játszom valami játékot, akkor inkább menjen el onnan játszani egy játékot, minden jobb lesz, hidd el. Ah, és mindjárt is suliba kell menniük. Hát jó. Ezt még nem tudom kidobni, mert valaki más készítette. Aha. Jó, most a fokhagymáról tanultunk. Illetve arról, hogy ugye lehet mi az koporsóban aludni. Aha, és van egy olyan ital is, amivel tudunk sétálni a napfénybe. Most már a második szintű könyvet is el tudjuk kezdeni. Jött egy levelünk? Ah, valószínűleg számla. Jaj, nem ment el suliba. Húha, aha, igen, most jött meg a számla. Jó, fizessük akkor be. Kis picik meg már ébrán vannak, ugye? Higiéniája mindegyiknek borzasztó még mindig. Hűha, hűha. Az a baj, hogy elküldöm őket fürdeni, és hát megfürdetem őket, és ilyen ennyit megy fel a higiéniájuk. Tehát, hogy így nem teljesen fölviszi, hanem így engedik magukat, mint tudom én, 5 percig fürdetni, és aztán... Aztán így járt el a fürdés meg még őket 8-szor. Mert az akkora móka. Kicsit buták egyébként ezek a tipegők a Sims 4-ben. Zalán nagyon éhes, hát akkor egyen! Mit szólna ahhoz, hogyha mondjuk onnan levennéd és ennél? Lehet egyszerűbb lenne. Jó, menjen a másik gyerek. Ő meg most itt kidőlt, ugye? Őt fürdettük meg, nézzétek meg, nem ment föl teljesen a higiéniája. Ha mondjuk azért elmehetne. Használni a Billit. Jó. Most akkor tombolt ki magadat, és akkor anyád megtanít téged használni ezt a Billit. Mit szólsz hozzá? Oké. Okay. Másik gyerek mit csinál? Már megy a zene. Nagyon rosszul van ő is. Mi lenne, ha te is vennél egy adaggal magadnak, és akkor mindenki jól járna, nem halnátok ilyen. Szerintem tök király lenne. Jó. Sugárka, sugárka, meg... hát igazából... Tippegőkkel kellene, hogy foglalkozok, de tippegők most olyan dolgokat kell, hogy csináljanak, mint mondjuk a kajálás, amiben nem tud nekik segíteni sugárka. Vagyis hát nyilván a szájukba tudná adni a kaját, de semmi értelme nincs, hogy most ezzel lefoglaljuk. Jó, eszik a sütikét, legalább azt. Egyébként lehet, hogy ha nem sütítenének, akkor hamarabb jól laknának. De elfogyott a süti is, úgyhogy mindegy. Csináljunk akkor mi rendes kaját, vagy pulykát, vagy valami ilyesmit. Cook.
Mit? Legyen ilyen breakfast crumb-ba. Az ország ilyen... tojás rántotta. Ah, hogy bevágta az ajtót! Ja, már feszült. Mitől feszült? A síró babától. Hát mondjuk én is elég feszült leszek egyébként ettől a hangtól, elég hamar. Remélhetőleg azért jó lesz az a reggeli. Jó, excellent lett a minősége. A gyerekeknek még van, ez nagyon-nagyon mérges. Jó, egy ilyen még egyszer, mit szólsz hozzá? Tök jó lesz. Biztosítalak róla. És te is egy ilyen még egyszer, mert aztán megint ilyesek leszek 5 percen belül. És most amúgy mi a terv? Semmi. Úristen, hogy belerúgott az anyjába. Ez azért az kemény. Nem hiszem, hogy ez normális. Mit akar vajon? Jó, tanítsuk meg valamire. Csak az a baj, annyira nyűgösek, hogy szerintem most semmire nem hajlandóak. Figyelemre van, hát fáradt. Akkor feküdjön le aludni. Aztán majd foglalkozunk velük, hogyha kipihenték magukat. Mi nem tudnak aludni, mert szól a rádió. I see, jó. És ennie kellene, viszont most már tudunk rendelni plazma packet. Vampire Secrets. És... Order Plasma Pack. 50-be kerül! Jó, hát akkor veszünk most hirtelen 5-öt. Már itt is van az inventoringba. És akkor most ebből tud inni, ugye? Hát nem tudom, hogy ez jól néz ki. Most akkor jó neki? Hát jó, én elhiszem. Oké. Hazajöttek közben a suliból, de még mindig... még mindig 4-es tanulók. Aj, le kellett volna őket fektetni suli előtt. Most aludják, pihenjék ki magukat. Jó. Azt nézem még, hogy mit lehetne csinálni. És ebben miért van nekünk itt még egy? Ezt eladjuk. És hát szerintem egyébként most így hirtelen mindent megcsináltam, amit akartam. Legalábbis remélem, hogy nem felejtettem el semmit. Ó, közben itt beértek ezek. Ezekkel is jól lenne foglalkozni. Water. Ja, öntözünk meg mindenféleképpen. Harvest all. Akkor ezeket is öntözünk meg. Hogy magától megöntöz ilyenkor az összeset? Jó, oké, szuper. Ők legalább nem gazosodik be. Ez egy pozitívum. Jó, viszont szerintem akkor ennyi is lenne erre a részre. Remélem tetszett nektek, és akkor hát remélhetőleg jövő hét kedden újra tudok nektek szolgálni Sims résszel. Ez attól függ, hogy lesz-e időm fölvenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem tetszett nektek. Dogi voltam. Sziasztok!